Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Kós, november 2024. A november misztikus, a november varázslatos, a november különleges. És ez a november vulkanikus lesz. Hát lesznek itt események. November eleje. November 1 rögtön újhold, nagyon jó újholdunk lesz, mert a Szaturnuszot segíteni fogja ezt az újholdat. November 3 viszont, hát ez egy feszült nap, és ezt a feszültséget fogjuk érezni plusz-minusz 1-2 nap. A Mars és a Plutó miatt. A Mars a ti bolygótok, az első bolygó, de a Plutó is a ti bolygótok, és itt lesz egy opozíció, egymással szemben lesznek. Mind a két bolygó, hát nem pihepuham. Úgyhogy érdemes elkerülni a konfliktusokat, jobban vigyázni az utakon. Na de mit mondanak a kártyák? Karmikus kártyával kezdünk. Hát ez az igazság szolgáltatás. Jaj, hát még itt a karmikus csomó az északi a kosban van. Hogyne, hát itt még dolgoznak a karmikus csomók egészen január 12-éig, de azért még tavasszal is fogjuk érezni ezt a hatást. Na de ez még a jövő titka, majd januárban, és majd tavasszal még erről fogok beszélni. Nagyon komoly dolgok, azok ide tartoznak, ehhez a kártyához. A dokumentumok, fontos dokumentumok, jogi ügyek, bírósági ügyek, vizsgák, tehát amikor úgy ítélkeznek felettünk, ezek a dolgok ide tartoznak. A bumerángnak a kártyája. A bumeránknak a kártyája, amit eddig adtunk, azt most visszakapjuk. Ha jó dolgot adtunk, ha pozitívumot, akkor visszakapjuk ezt a pozitív dolgot, a jutalmat. Ha negatívumot osztogattunk, akkor itt az idő ezt visszakapni. Komoly-komoly kártyával indítunk. Megyünk tovább. Ha netán össze vagyunk veszve valakivel, vagy ugye a november 3-a miatt lehet itt, hát akár nagy konfliktus is, mert azért a Mars és a Plutó együtt, a Mars a konfliktus, a Plutó a nyomás, lesznek itt feszültségek, akkor ki fog derülni az igazság. Tehát ha nekünk volt igazunk, akkor meg fog születni az igazság. Ha eddig valaki igazságtalan volt hozzánk, akkor ki fog derülni az igazság. Négyes. A négyes stabilitás, de ez levegő energia, ez kardok. A kardok négyes azt üzeni nekünk, hogy épp ideje megállni egy picikét. Épp ideje megállítani a dolgokat. Lehet, hogy pont a konfliktust meg kell lesz állítani időben. Mert kardok mindent, amit mondunk, tehát a beszéd, a veszekedés, a pletyka, az is ide tartozik, lehet, hogy meg kell ezt állítani. És a kard, ez az ész. Észszerűen cselekedni? A kardok négyes mutathat betegséget is. Mikor szokott ez megtörténni? Hát a kardok négyes csak úgy nem szokott megjelenni nekünk, főleg egy karmikus kártya után. Egy karmikus kártya után mind a kettő kártya azért szúrós, azért itt is lehet látni egy ilyen szúrós eszközt. Ha nem álltunk le időben, ha nem pihentünk eleget, ha nem pihentünk időben, nem aludtunk eleget, nem volt minőséges az az alvás például, nem mentünk szabadságra időben, tehát túlhajszoltuk magunkat, vagy egy nagyobb stresszes időszak után vagyunk, tehát ez az igazságszolgáltatás is mutathat ilyen jó kis stresszes időszakot, karmikus kártya, és ugye komoly-komoly dolgokról van itt szó, akkor bizony-bizony, hogy a szervezetünk kimerül. És pontosan azért, hogy regenerálódjunk, hogy újra erőre kapjunk, az univerzum meg tud minket állítani. Na és hogyan szokott minket megállítani? Ad egy kis betegséget. Négyes kardok
4 napra ágyhoz köt minket. Ez a tapasztalatom, ez a 20 éves tapasztalatom, hogy 4 napra ez a kártya megállít minket. Ne várjuk meg. 6-os kelyhek, nagyon kellemes kártya. 6-os kelyhek, érzelmek, érzések. Ő pozitív vízenergia, tehát gyógyító. Olyan, mint az életi vize, ad nekünk újra erőt, gyógyira sebeinkre. Valami nagyon boldoggá tudja tenni itt a lelkünket. Lehet, hogy az apróság lesz, de mégis az az apróság nagyon-nagyon jól fog esni nekünk, megsimogatja a lelkünket, a szívünket. Ez lehet egy virágcsokor, vagy egy gesztus, valaki megdicsér minket, hogy milyen jól nézlek ki, milyen jó a frizurád, a ruhád. Valaki megkínál egy szelet tortával. Szóval ez én mindig örülök a szelet tortának, valahogy ez tényleg nekem mindig boldogság forrás. Kellemes kártya. A múltnak a kártyája is, tehát akár, ami már régóta húzódik, az most véget érhet, rendeződik. Megkapjuk az eredményt, megszületik azt az ítélet. Régóta várakoztunk, és végre valahára befejeződik, véget ér. Célba érünk. Érdekes, nagyon érdekes és misztikus. Én annyira szeretek október végén, november elején és decemberben dolgozni. Teljesen más az energia. És persze új holdkor, teli holdkor, főleg a teli hold. Hát azt végképp imádom. Na nézzük ezt a kártyapaklét. El is felejtettem, hogy én 5 megvettem. Direkt 24. október és novemberre vettem ezt a kártyát, és valahogy mindig ugye a kártyapaklik között én turkálok, és nem vettem észre őt. Csak most, pedig már régóta megvan. Tegnap megnéztem őt, minden kártyalapot, és valahogy rögtön úgy elkezdtünk együtt dolgozni, tehát jött az információ is. Szóval, ezekre a kirakásokra akart jönni. Na nézzük, mi van itt. 10-es tűz energia, a ti energiátok nagyon jó. Nagyon jó. November közepén mi lehet itt? Aktívak vagyunk továbbra is. Ez nagyon jó. Legyünk ilyenek is. Egészen november 23-áig, mert 26-ától már a Merkur retrográd. Ott érdemes egy picikét lazítani. Tehát itt még aktívak vagyunk. Ez a kártya mindig azt üzeni nekünk, hogy haladunk előre szépen a célokhoz. Nem sok maradt már, majdnem a célban vagyunk, de még egy picikét, icike-picikét bírni kell. Ha elfáradtunk, ha azt érezzük, hogy elfáradtam, kész, nem bírom, tovább feladom, nem szabad feladni, hanem akkor érdemes megállni, itt a 4-es, a megállás már megmutatta ezt nekünk, regenerálódni, egy picikét erőre kapni, és folytatni. Ott szoktak hibázni az emberek, amikor ez a kártya megjelenik, hogy már tényleg csak egy icike-picike maradt, és ott a cél, és feladják. Tehát a cél előtt az a jó kis tűzenergia valahogy elvarázsolódik. És egyébként főleg, hogy megjelent nekünk ez a 4-es, kardok 4-es, ugye a betegség, a nehéz időszak. Ez a 10-es, ez itt nekünk megerősíti ezt a nehéz időszakot. Túl nagy a teher. Túl sok mindent vállalunk, más helyet is dolgozunk. Erre érdemes odafigyelni, mert bizony, hogy ez rámehet az egészségünkre. Na, megyünk tovább. 3-as, megint tűz energia. Zseniális. 3-as botok, tűzenergia, ti energiátok, amit elkezdtünk, érdemes folytatni. Megyünk tovább. Itt a megerősítést, hogy még bírni fogjuk
Bírni fogjuk a gyűrődést. November 20-a egyébként nagyon fontos dátum. Ó, talán a legfontosabb ebben az évben. És nem csak ebben az évben. Én azt mondom, ennek az évtizednek talán a legfontosabb dátum. A november 20, amikor a Plutó, a legnagyobb hatalom, 20 évre belép a vízöntőbe. De a Plutóról több videóm van, külön a Plutóról, külön első rész, második rész Plutó a vízöntőbe, külön a csillagjegyeknek is. Hetes botok, és megint tűzenergia. Egymás után jön a tűzenergia, a ti energiátok. Tízes, hármas, hetes, egyébként a hármas, a hetes, ezek szerencse számok. Hármas. Érdemes visszaemlékezni csak a mesékre. Három kívánság, három királylány. Tehát ezek szerencse számok. Fontos szerepet játszhatnak ezek a számok novemberben, a hármas és a hetes. Érdemes őket figyelni. Például megyünk vizsgázni, kihúzzuk a hármas tételt, vagy a hetes tételt, vagy valahova elutazunk egy picikét kikapcsolódni, regenerálódni, és a szállodánknak a szobaszáma például hetes lesz, vagy hármas. Érdemes odafigyelni. Nos, a hetes botok azt üzeni, hogy azért van itt konkurencia. Azért, ha itt elérjük a célunkat, lesz olyan valaki, aki támadni fog minket. Azt fogja nekünk mondani, hogy elérted a célt, de vajon megérdemled? Megérdemled azt a sikert, azt a jutalmat? Bizonyítsd be. Bizonyítsd be újra, hogy te ezt megérdemled. Tehát támadhatnak minket. De én a kost nem féltem. Ő ügyes. Ő bátran ki fogja állni a próbákat, a megpróbáltatásokat. Meg fogja találni az utat a sikerhez. Itt van ez a tízes, ott van a lámpás. Az mindig egy fantasztikus jel, ha látunk egy lámpást a kártyán. Az mindig nekünk kivilágítja az utat, még ha el is tévedünk. Tehát ez a lámpás, ez kivilágítja nekünk az utat. Fény az alagút végén, úgyhogy megtaláljuk a kiutat. Megyünk tovább. November vége, 26-ától a Merkur retrográd, úgyhogy 23-áig érdemes valamilyen új dolgot elkezdeni, valamilyen értékes dolgot venni. 23-ától már nem érdemes, de a retrográd Merkurról is van külön egy kis videó a csatornámon. Na nézzük, a mágus. Fantasztikus, a mágus. Azt üzeni, hogy én egyedül mindenre képes vagyok. Én meg tudok birkózni a nehézségekkel. Én elérem a célt, én ügyes vagyok, én vagyok az életem mágusa. Varázslatos a november, misztikus. Érdemes kihasználni ezt a varázserőt. A pozitív gondolkodás az már egy mágia. És nagyon erős mágia. A mágus egyes szám azt üzeni nekünk, hogy még itt érdemes valamit elkezdeni, valamibe belevágni. 23-áig. Na, mi van itt? Hatos kardok. Hatos kardok, ott a hold, teli hold, 15-én lesz teli hold. Valamit megtudhatunk, valamilyen információt. A teli hold is szeret nekünk információt adni, és a kártyán van teli hold, és kardok, ez levegő energia, kardok, ez maga az információ. És ez az információ segíteni fog nekünk előre haladni. Amikor megjelenik ez a kártya, nagyon jó, hogy a négyes után jön nekünk, ott a négyes, itt a hatos, négyes, itt a hatos, kardok, mert azt üzeni nekünk, hogy már tényleg a hátunk mögött hagyjuk a nehézségeket. Utazást is szokott mutatni ez a kártya. Akkor olyan dolgokat
Kardok, ez virtuális világ, valamilyen munka lehet számítógéppel, vagy vehetünk egy új telefont magunknak, például okostelefont. 23-áig érdemes. 23-ától már nem érdemes se telefont venni, se mosógépet. A retrográd Merkur miatt. Na most, kaptunk egy kettest, és ez is levegő energia. A kettes választás, döntés. A kard, ez ész, tehát itt okos döntésről van szó, észszerű döntésről van szó. Én azt mondom, hogy mindenkinek érdemes ilyennek lenni, amikor a Merkur retrográd. Nem érdemes új szerződést aláírni, megbánjuk, hogy ilyen értékes dolgot venni, megbánjuk. Nagyon sok a félreértés, tehát a kommunikációban is ott nagyon sok gubanc lehet. Egyébként a mágus, itt van a mágus, a Merkurnak a kártyája. Na de ami tetszik nekem ezen a kártyán, hogy itt a bosszilány, a kis bosszink, ugye dobálja a késeket, de ő telibe talál. Beletalált a közepébe. Tehát, ha dönteni kell lesz, jó döntést fogunk hozni. Beletalálunk, ez nekem tetszik. Megyünk tovább. Nos, ha ilyen misztikus időszak van itt, akkor legyenek a szellemek. A szellemek mit mondanak nekünk? Na nézzük. A plusz információt. Tízes kardok. Ó, valamire engedélyt kaptunk, mert a kártya pakli alján, itt van a tízes kardok levegő energia, itt viszont a főpap. A főpap először is védőkártya, és a főpap ad nekünk engedélyt valamire. És ugye, például itt lehetett látni, hogy régóta húzódó ügy véget ér. Megkaptuk az engedélyt a főpaptól, ráadásul a főpap alatt a főpapnő, mind a kettő védőkártya. Mind a kettő védőkártya. Tehát a fenti védést, a fenti áldást, a fenti erők szeretnek minket. Tehát itt megkaptuk. Pontosan micsodára is? Valamit lezárni. Itt az idő valamit lezárni. Itt az idő, hogy valami véget érjen. És ez egy nehéz, szúrós dolog lehet. Kardok, például dokumentumok, kardok, mindent, amit mondunk, írunk, ide tartozik. Ez lehet egy konfliktus, ami régóta húzódik valakivel. A kardok tízes nehéz kártya, szúrós kártya, nagyon gyakran ilyen fájdalmas lezárást mutat. Amikor tudjuk, hogy valamitől vagy valakitől meg kell szabadulni, de valamiért ezt nem tettük még, és itt most már megtesszük, azt fogjuk mondani, hogy elég volt. Akár ilyen is lehet. Itt érdekes. Nagyon erős kártyákat kaptunk. Ami már nem működik, ami nem tesz minket boldoggá, tényleg érdemes lezárni. Tényleg érdemes lezárni. Lehet egy barátság véget ér. Tehát ha az a barátság toxikus, akkor érdemes feltenni azt a kérdést magunknak, hogy kell ez nekem? Érdekes. Nagyon erős kártyákat kapunk. Ha nem tudunk dönteni, például, mert azért három nagy árkánum van, és itt ez a tízes, ha nem tudunk dönteni itt valamiben, fontos döntés, érdemes feltenni magunknak azokat a bizonyos kérdéseket. És merre billen a válasz? Ha én maradok ebben a szúrós dologban,
akkor én ettől boldogabb leszek? Jobb lesz az életem? Könnyebb lesz az életem? Vagy, hogyha azt mondom, hogy elég, én ettől meg akarok szabadulni, mi lesz? Megkönnyebbülök? Akkor jobb lesz az életem? Tehát tegyük fel ezeket a kérdéseket, és ott lesz a válasz. Rögtön ott lesz a válasz. Ugye az igazság szolgáltatás itt van, kiderül az igazság. És a főpapnő, ez maga az intuíció. Tehát ott legbelül, a tudat alatt is fogjuk tudni a válaszokat. Na nézzük, nézzük. A fekete macskák mit mondanak nekünk? 8-as kelyhek, vízenergia. Elindult a macskánk, viszi azt a kis batyút. Viszi azt a kis batyút. A háta mögött, tehát ott hagyja azokat a kelyheket. Ott hagyja őket. És megy új életet kezdeni. Tehát tényleg itt valamilyen változás várható. Valamit vagy valakit ott hagyunk. Lehet, hogy valaki ott hagyja a munkahelyét. Új munkahelyet fog keresni. Lehet, hogy valaki ott hagyja a párkapcsolatot. Lehet, hogy valakinek elege lesz a vállalkozásából, mert csak problémákat okoz. Lehet, valaki ott hagyja a hazát, és külföldre megy szerencsét próbálni. Érdekes, érdekes. Megyünk tovább. Plusz információ, a rúnák mit mondanak? A rúnák, na nézzük. Mi lehet itt? Ó, a diadal szekér. Nagyon szeretem ezt a kártyát. Előre. Előre. Győzni kell. Ki lesz a győztes? Kos. De pontosan azért, hogy elérjük ezt a győzelmet, hogy ilyen nagy sikerünk legyen, le kell dobni a terhet arról a diadal szekérről. Kártya pakli alján megint 10-es, megint kardok. Megszabadulni valamilyen szúrós dologtól, vagy dolgoktól. Könnyebb lesz a szekér. Könnyebben fogunk tudni haladni előre. Kardok, kardok, ez ész, negatív gondolatok. Hát azokat is épp ideje ledobni és megszabadulni tőlük. Pontosan azért, hogy elérjük a célt, hogy sikeresek legyünk. Ez egy nagyon jó jel nekünk, a diadal szekér. Haladunk egyenesen a célokhoz. És a tízes alatt ott az uralkodónő. Hát ő maga a komfort, ő élvezi az életet. Itt van bőség. Itt hagyjuk őt. Kell nekünk. Kell nekünk. A Vénusz kártyája, a Vénusz, a szerelem, a pénz, a szépség. Na nézzük itt, mi lehet. A királynő. Ó, micsoda. Micsoda kártya. A jég királynő. A királynő, kardok királynője. Ő maga az ész, ő maga a logika, ő maga a józan ész, józan ítélő képesség. Ő bizony, hogy jól fog tudni dönteni, ő bizony, hogy okosan fog tudni dönteni, valami világos lehet, új terv születhet. Ráadásul, amikor a Merkur retrográd, érdemes mindenkinek olyannak lenni, mint ez a királynő, okosan, csak okosan. Jó tervezni, átgondolni a dolgokat, amikor a Merkur retrográd, és ez a királynő erre képes. Ha nem mi leszünk ez a királynő, akkor egy ilyen királynő segíthet nekünk. Felnyitja a szemünket, adhat egy nagyon jó tanácsot.
ikrek mérleg vagy vízöntő elsősorban. Ez a királynő. Plutó a vízöntőbe lép. Szeretem ezt a királynőt. Valamit én érzek még. Itt. A legelső kártya, karmikus kártya. Nem is ide akartam. Jó, most már maradjon ott a királynő. Még egyet húzunk. Még egyet. Egy plusz segítség. Jönni akart? Jó, legyen. 9-es. Csodálatos. Vénusz. Vénusz energiát kaptunk. Föld energia. Ez érmék. A 9-es mindig üzeni nekünk. Azt üzeni, hogy elérjük a célt. Az anyagi célt. Nem hiába dolgozunk, küzdünk valamiért, ami nekünk értékes. Ez a kártya értéket mutat, érmék, nem csak pénz, hanem értéket. Elérjük azt az értéket. Nagyon hasonló itt ez a kettő energia. 9-es érmék és az uralkodónő. Mind a kettő a bőségnek a kártyája, a komfortnak a kártyája, a pénznek a kártyája. Mind a kettő hölgy egyszerűen eléri azt a szintet, hogy most már nagyon-nagyon sok mindent megengedhet magának. Ha eddig nem tudtuk megengedni magunknak venni valamilyen értékes dolgot, akkor itt most már meg fogjuk engedni. Ha nem tudtuk megengedni magunknak kifizetni például azt a pihenést, azt a nyaralást, vagy bármit, akkor most meg fogjuk tudni ezt engedni, mert lesz pénzünk. Tehát pénz az lesz. Milyen érdekes. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!